A magyar közösség kisebbségi jogairól beszélt Sógó Csaba az Európai Parlament plenáris ülésén. Hétfő esti felszólalásában az RMDS EP képviselője a kongresszusi elnöki üzenet botrányát vitte az európai közvélemény elé. Romániában még sokat teendő a kisebbségi jogok tiszteletben tartása terén, mondta egyperces felszólalásában Sógó Csaba a strasbourgi plénum előtt. Ezt azon a meghallgatáson is megállapították, amelyet néhány napja az Európai Néppárt égisze alatt szerveztek. Ugyanerről esett szó Klaus Johannis államelnök eredeti üzenetében, amelyet az RMDS kongresszusához intézett, mondta. Néhány nappal később azonban az erről szóló bekezdés kikerült a hivatalos elnöki közleményből, mert valakik rájöttek, hogy ez szöges ellentétben áll azzal az állásponttal, amit a román állam a nemzetközi fórumok előtt is próbál képviselni, miszerint a kisebbségkérdést példás módon rendezték, és semmilyen további lépésre nincs szükség. Ez egyáltalán nincs így, tudja ezt a román államfő is. Ám úgy tűnik, vannak dolgok, amelyekről még az elnöknek sem szabad beszélni Romániában. Az RMDS EP képviselői a kárpát-medencei magyar nemzetiségű képviselőkkel karöltve évek óta munkálkodnak azon, hogy a kisebbségek kérdéséről az Európai Parlament kötelező érvényű jogszabályokat alkosson. Az Európai Unió egyelőre a tagállamok belügyének tekinti a kisebbségpolitikát.